Szép számmal érkeztek vendégek már kora délelőtt is a Tamási termálfürdőbe. A város fürdője nem csak a környékbeliek körében népszerű, voltak, akik egészen Bács-Kiskun megyéből jöttek ide pihenni. Eceliek vagyunk, tehát ez Bács-Kiskun megyéből. Hát nem sűrűn jövünk, ugye most a vírus helyzet miatt nem lehetett jönni egy jó ideig. Hát mikor voltunk utoljára? 2-3 éve, azt hiszem. 2 éve. De előtte minden évben ellátogatunk ide. Miért szeretik ezt a Tamási fürdőt? Nyugis, nyugodt hely, nincs ez a tömegnyomor. A Tolna megyei fürdő a Balatonon pihenők körében is népszerű, mivel a várostól mindössze 40 kilométerre található Siófok és a Balaton partja, ezért sokan vannak, akik ha ott például hideg a víz, akkor Tamásit választják. Jövünk, mert itt van anyósomnak a háza, Páriba, és azért jövünk sűrűn. Amikor egy kicsit borúsabb az idő, vagy a Balaton hőmérséklete lehűl, akkor ugye az emberek előszeretettel keresnek fedett fürdőket, vagy fedett medencéket, melegebb vízű termál medencéket. Így itt vagyunk a közelbe, közel 40 kilométerre Siófoktól, így úgy gondolom, hogy jó pozícióban vagyunk ilyen értelemben is. A Tamási termálfürdőben évente nagyjából 160-180 ezeren fordulnak meg. Ezzel Tolna megye legnagyobb látogató számú ilyen turisztikai attrakciója. A rengeteg vendég nem véletlenül érkezik ide. Az itt található medencék közül többen ugyanis gyógyvíz van, és más szolgáltatások is elérhetőek a fürdőben. Én úgy gondolom, hogy minden generáció itt megtalálhatja maga számára megfelelő akár vízforrást, akár kikapcsolódási lehetőséget, hiszen van 5 termálmedencénk, ami elsősorban az idősebb korosztályt vonza, de ugyanúgy van csúszdánk, élménymedencénk, ami a családosok, fiatalabbakat vonza be fürdőnkbe, illetőleg egy 33 méteres mély hidegvízű úszómedencénk, ami szintén a fiatalabb generációt, szintén a fiatalabb generáció látogatja erőszeretettel. Az 1970-es években megépített önkormányzati tulajdonban levő fürdő hamarosan még több turistát vonzhat, hiszen teljesen felújítják. A régi fürdő megújul, ebben van az is, hogy a 2011-ben egy új fedett fürdő került átadásra, de a 70-es évek elején készült régi fürdő gyakorlatilag az elmúlt 30-40 évben ahhoz nem lett hozzányúlva, tehát nem sikerült forrás szerezni a felújítására. Most a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával gyakorlatilag 2 éven belül a régi fürdő is megújul. A felújítás tehát nem az önkormányzat finanszírozza, így az a városnak nem kerül majd pénzébe. A projekt előkészítése már zajlik, és a cél, hogy a 40 éves létesítmény minden eleme megújuljon, sőt új turisztikai attrakciót is terveznek ide. Teljes felújítás alá fog esni a régi fürdő, ami azt jelenti, hogy a vezetékhálózattól, a gépészeten keresztül, a medencék, a melléképületek, kiszolgáló helyiségek, tehát az egész fürdő megújul. Jelenleg a tervezés zajlik, erre 50 millió forintot kapott Tamási önkormányzata, ez a munka pedig hamarosan a végéhez ér. Szeptember végéig készülnek el a tervek. Szeretnénk azt, hogyha a régi fürdőnek a funkciói megmaradnának, de nem csak megmaradnának, hanem bővülnének. Tehát megmaradnak a termálmedencék, amelyek most már ugye gyógymedencék, hisz fél évvel ezelőtt megkapta a fürdőnk a gyógyfürdő minősítést. A 33-as úszómedencénk is megmarad, egy picit kisebb lesz, és lelátóval bővül. Élménymedencék kerülnek felújításra a kemping felüli részen, illetve egy hatalmas csúszdaparkkal fog bővülni a fürdőnek az élmény része. Tehát megmarad a gyógyfürdő része, erre szeretnénk telepíteni gyógyászatot, mint ahogy a fedett fürdőnél már megvan. Illetve az élmény funkció elősödik, és megmarad az ability jelleg, tehát a mozgáskorlátozottak is tudják használni a fedett fürdőt, és majd az új fürdőt is, akár kerekesszékesek is. A beruházás tehát teljes egészében a Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozza. A tervezést követően fog lezajlani a feltételes közbeszerzési eljárás, és várhatóan egy 2,5 milliárdos összegből fogjuk tudni elkezdeni majd. Várhatóan szerintem a jövő évben,
lehetőleg úgy, hogy a legkevésbé érintse a fürdő vendégeket. Én azt szoktam mondani, hogy a termálfürdő városnak a turisztikai zászlóshajója, tehát Tamási fürdőváros, és erről ismeri mindenki, ez a fürdő Tolna megye legnagyobb fürdője, és ez a bővítések után ez a jelleg még erősödni is fog. A régi Tamási termálfürdő tehát a tervek szerint néhány éven belül teljesen megújul. A tervezés folyamata már el is kezdődött. A most 160-180 ezres évi látogatószám pedig így még magasabbra nőhet, ami azt jelenti, hogy a Tamásiba érkező vendégek pénzt költenek majd a városban, ezzel pedig bevételt generálnak a helyi vállalkozások és az önkormányzat számára.